Az állványzat még körbeveszi a kis kastélyt, mert hátra van még a homlokzat javítása, a festése, a bádogozás. Az állványzat bontása után építhetik meg majd a térburkolatot. Ami elkészült, az az, a körbe a lábazat burkolatnak a kő lapjait láthatjuk már, az majdnem készen van, ezek nagyon szépek lettek. A igazi látványos dolgok azok viszont belül vannak. Ott az emeleti termekben már a parkettázás folyik, és gyakorlatilag a színre festése a termeknek. Mindegyikhez, minden ilyen munkához, tehát mind a homlokzat színének a kiválasztásához, mind a belső termek kiválasztásához, a restaurátornak a szakvéleményét kérjük, pontosabban ő határozza meg. A pincében és a földszinten, ahol nemes kőburkolatok lesznek, ez tardosi vörös mészkő, úgy is mondják, hogy márvány, sokan igazából ez mészkő, de gyönyörű. Ezek is elkészültek már, és a freskók feltárása is a végéhez közeledik, úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy jól haladnak a dolgok. A kis kastély egyébként egyedülálló különlegesség Magyarországon. Olyan kastély, ami egy kertnek tulajdonképpen egyszemélyes grófi pihenőkertnek a pihenő pavilonja, a kis Sanssouci pavilonja, hát ilyen bizony nem igen van a magyarországi emlékanyagban. És most ez a kiskastély fog, ez a nyárilag fog ilyen módon újjászületni, olyan eredményeket hoz a művészettörténet számára is, amire nem is számítottunk. Számítottunk például arra, hogy föltárul a teljes épületet betöltő falkép együttes a díszteremben, a nagy kör alaprajzú díszteremben. A többi terem falképét viszont egyáltalán nem is ismertük. Nagyon szép lesz ez a látvány, még akkor is, hogyha most töredékesen és részletekben fog újjászületni. Sok újdonságot hozott az épület is, hiszen a falkutatás és az építési munkák során derült ki, hogy milyen pici kis folyosók kötötték össze a nagy díszteremből nyíló kisebb termeket egymással. Ezek nyilván a kiszolgálást, a főúri tulajdonosok kiszolgálását segítették elő. A főhomlokzatnak az attikájára visszakerülnek a szobrok. Ezek ugye eredetileg is ott voltak, nagyon sokáig ott voltak, aztán elkerültek restaurálásra, talán a 70-es, 80-as évekbe, de a restaurálásuk nem fejeződött be, úgyhogy az újrafaragás mellett döntöttek a szakemberek, és most ott ülnek újra ezek a nagyon helyes kis kövérkés barokk puttók az attikán, és közre fogják ezt a dús kosar, virágkosarat, ami ugye a bőségnek, meg ennek a vidékies jólétnek a jelképe, a megfogalmazása tulajdonképpen. Eltűnt viszont a szökőkút. A kutatás során kiderült, hogy a szökőkútnak a régebbi része, tehát az öntött vasból készült kis csobogó sem idevaló, mint ahogy az angol kerteknek nem volt része sehol máshol sem, semmiféle mesterséges elem, minden ugye a természetet, az idő által pusztított emberi munkát utánozta, tehát ezért vannak itt ugye a romok. Nem volt itt hely a szökőkútnak eredetileg, és az is kiderült, hogy a szökőkútnak ez a bizonyos öntött vas középső része, ez a Vaszari villának az ingatlanához tartozott valamikor, amikor Vaszari János kinézett a bejárati ajtón, ott az ő közelében csobogott ebből a víz valamikor. A peremről hát nyilvánvaló volt mindig is, hogy nem a kertnek a barokk, késő barokk részéhez tartozik, az egy teljesen modern alkotmány volt, tehát fájó szívvel ugyan, de le kellett mondani erről a szökőkútról.